Sziasztok! Én Lina vagyok. Én Panni. Én pedig Vivian. Én Vivian. Miért nem Vivian? Én pedig meg Vivian vagyok. Sziasztok! Én Lina vagyok. Én Panni. Én pedig Vivi. És ebben a videóban egy új sorozatot fogunk elkezdeni. Egy társas játékot fogunk minden ilyen videónkban játszani, és mindig valamilyen vendéggel, most például ugye Vivivel. És úgy döntöttünk, mivel a legtöbb játékunk, amit otthon találtunk, az négy személytől indult, úgyhogy legyen ön is millió, most fogunk játszani. Nagyon izgalmas. Rendben, a szabályok azok lesznek, hogy követni fogjuk ezen a kis papíron, hogy ki hogyan áll. Hogyha egy kérdést nem tudunk helyesen megválaszolni, akkor a következő körben is ugyanazon a szinten levő kérdést fogjuk válaszolni, és tulajdonképpen az fog nyerni, aki először eljut. Hát lőjük be először ezt a másfél milliót, az a tízes szint, mert... Nem, akkor azt tudom, hogy 40 millió is kell eljutni. Igen, 40 a max, úgyhogy szerintem egy másfél millió az olyan korrekt. Úgyhogy... ez lesz, és úgy terveztük igazából, hogy a vesztesnek nem fog büntetés járni, mert nem mondjuk két vesztes lesz, szóval. Igen. Csak meglátjuk, hogy ki lesz a győztes, ki az, aki eljut először a másfél millióhoz. Abból amúgy a videótípus pedig azért jutott az eszünkbe, mert manapság annyira nem játszanak társast az emberek, hogy ezzel is szeretnénk titeket is egy kicsikét inspirálni, hogy játszatok otthon társast, bármit, amit találtok, mi most jelenleg ezt találtuk, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz, és hogyha ti is szeretnétek kipróbálni, hogy melyik kérdésre tudnátok a választ, akkor tartsatok velünk. A Vivitől kérdezem, szóval, hogyan nevezzük több iparvállalat szövetségét? A. Szindróma, B. Szindikátus, C. Szimpátia, D. Szidónia. B. Uh-huh. A helyes válasz a B. Igen. Mi a neve a Mici Mackóban szereplő kismalacnak? Mrs. Ruffy, Röffencs, Malacka vagy Mazsola? Hú, ez egy fogas kérdés. Felezni akarsz? Túl sok a jó megoldás. Legyen a Malacka, legyen a C. Yes! A helyes válasz a C. Jól van, Nina. Uh-huh. Egészítse ki a film címét. Az utolsó tangó a... Tangában. De Tongában. Vágósna, hogy ne rögtön. Igen. Én legyezem közben magam. De Buenos Airesben, de Párizsban. Hát Buenos Airesben véletlenül. Nem. Párizsban. Tangában. Nem. Párizsban persze. Tényleg Párizsban. Igen. Én nem ismerem ezt a filmet amúgy. Én is, csak így a címe is mesek. Hogy lehet ilyen válaszokat gyártani? Na, ja, mondtam, hogy bugni fogok, akkor ennyi. Ja, megint kérdezem. 10 000! Melyik országban töltött be fontos politikai szerepet a Gandhi család több tagja is? Vajon? A. Kína, B. India, C. Japán, D. Irak. A helyes megfejtés. A B. Így van. Hogyan írjuk helyesen a magyar tájegység I képzős alakját? Kis alföldi, kis alföldi, ja, bocs. Szóval itt figyelni kell, hogy nagy betűvel. Felolvasol még egyszer, egy másokat. Mert de hogy van abból? Én most nem látom magam. Életség után van éleket úgy. Kis alföldi. Legyen a D, nekem az is szintén. Fordítsuk meg. És igen! Hol rendezték a nyári olimpiai játékokat 2000-ben? A. Atlantában, B. Sydneyben, C. Athénban, D. Olimpiában. Legyen Sydney, B. És az. Hey, na. Hogyan nevezték az orosz parasztot? A. Ukáz, B. Muzsik, C. Pópa, D. Bábuska. B. Muzsik. Wow, szóval. Én sem. Hogy hívjuk latin eredetű szóval az orvosi tanácskozást? Konzulátus, konzilium, konszenzus, vagy konszenzus. Egy konszenzus, egy konszenzus. Konszenzus, vagy konszenzus, vagy. Ezeket nem tudom. Legyen B. Konzilium. És a helyes megoldás B! Lina, ez most neked aktuális. Milyen rendelet szabályozza hazánkban egyenrangú utak, lámpa és tábla nélküli kereszteződésben a közlekedést? A. Balkész szabály, B. Jobbkész szabály, C. Udvariassági szabály. De nincs is szerintem
gyorsasági szempont. Aki gyorsabb az. Jó, még jó, hogy a forgalmi buktatnak lesz bennem, úgyhogy jó, két szabály valószínűleg. Igen. Na és hogy elmentek Londonba, akkor? Ott a bal. Mit jelent a devalvál szó? A. Felbecsül, B. Átértékel, C. Leértékel, D. Felértékel. Devalvál. De, mint, akkor leminős. Vagy... Nem már a közösségben, de akkor is igen. Kérdezheted fel, hogy a közösségét. Felértékel, D. Nem, leértékel. No! Pedig már majdnem azt hittem, hogy menni fog. Amúgy ez törében volt, nem is matek. Törében. Vagy mi a pénzben van rációban is. Ki volt az inkák leigázója? Cortez, López, Pizarro vagy Pizzicato? Cortez. Ezt tegnap mondta. No. Nem Cortez. Nem. Pizzáró. Esküvi tegnap mondtam, hogy Cortez volt. Az inkák? De akkor nem az inkák volt. Szerintem nem. Valószínűleg Karol volt. Azt hittem, hogy okos vagyok. Hány évenként rendeznek bicentenáriumot? A. 100, B. 1000, C. 200, D. 2000. Mondd ki a szót. Amúgy ezt is kérdezett. Bicentenárium. Szerintem 200 C. Uh-huh. Tényleg? Uh-huh. Azért mert, hogy cent és akkor C, vagy mint, hogy C 100 és akkor mint, hogy B az 2. Vagy innentől már nincsenek könnyű kérdések. Jó lesz. Milyen mértékegység a fény év? A. Távolság, B. Idő, C. Fényáram, D. Tömeg. Vagy ha valamit fényében mérnek. Vagy nem, távolság. Bocs, távolság, távolság. Jó, jó. Megkezdődő a kérdező. Ez a végleges válaszom? Nem, igen. Kinek a mesehőse Misi Mókus? Nem? Jó. Benedek Elek, Lázár Ervin, Tesnánszki József Jenő, hoppá, pont betakarja, elég hosszú. Vagy Janikovszki Éva. Nem tudom, Lázár Ervin. Helyes megoldás a fény volt. Ez a Nóri rendben én esküszöm, nem hallottam soha, te ismered? Tesnánszki. De nem itt nem hallottad? De a Misi Mókust igen. A Misi Mókust igen, és csak így ezt. Vagy a filmen is megvolt. Szexárdban született, színésznőt szeretett. A. Radnóti Miklós, B. Kosztolányi Dezső, C. Babics Mihály, D. Karinti Frigyes. Ja, itt irodalma, amikor tanultuk mindegyiknek az életcsajzat. Jó, legyen mondjuk Radnóti. Na. D volt, nem? Babics. Ja, Babics? Aha. Hát jó. Egyes matek. Milyen számjegyek szerepelnek a kettes számrendszerben? A. 1, 2 és 0. B. 1 és 2. C. 1 és 0. D. 0 és 2. Ritkán volt már. A C. Igen, egy és nulla. Ja. Meg bezavarodtam a kettesektől, de... Ki festette a Napraforgók című festményt? Van Gogh, Renoir, vagy Renoir, Monet, vagy Manet. Szóval meg Manet, nem? Monet, vagy Manet. Szerintem Van Gogh festette, nem? Yes! Jó! Ja, ez nagyon könnyű egyébként. Ki ez az író, aki megálmodta Csit, a fecskét, Hút, a baglyot és Kelét a gólyát? Ó, Fekete István. Igen, a B-re gondolsz? Ugye, a B-re gondolsz? 200 000-es. Hogyan nevezték Joy Adamson oroszlányát? A. Kitty, B. Elsa, C. Barbie, D. Sarah. Elsa. Ez nem volt annyira nehéz. Mi a C-vitamin kémiai neve? Aszkorbinsav, stearinsav, folsav vagy szalicilsav? Igen. Akkor az aszkorbinsav. Ez a végleges válaszod? Biztosan, nem akarsz felezni? Most ne stresszeljetek meg! Igen, a megoldásra! Melyik a leggyorsabb szárazföldi állat? A leopárd, a gepárd, a puma vagy az impala? Biztos, hogy várjunk, hogy az A vagy a B-re, most ez leopárd vagy gepárd. Ahogy így fut gepárd, vagy fut egy gepárd, B. Most elképzeltem, mondom, egy gepárd biztos, hogy gyorsabb. Hol van a világ legnagyobb labdarúgó stadionja? A. Spanyolországban, B. Brazíliában, C. Angliában, D. Franciaországban.
Én szerintem kizárnám. Ja, amúgy kaphatsz segítséget is, hogy jó, én szeretnék felezni. A C-t is, akkor a D-t kifeleztem. Szerintem B, Brazíliában. Igen, így van. Melyik a skót és ír nyelv őse? Viking, baszk, gael vagy katalán? Legyen egy felezős segítség. Jó, akkor viszont megnézem. Jó, akkor legyen a C, nekem az a... És a C volt teljesen. Melyik országot nevezték eredetileg Kaledóniának? A, Wales, B, Skóciát, C, Kanadát, D, Írországot. Egy felezést mindenképp kérek, aztán majd utána elmennalkozom, hogy akkor hogy legyen. Skócia vagy Írország? Hűha. Kaledónia, Skócia... Legyen a B, az úgy B. Skócia. Igen, B. A Beethoven hányadik szimfóniája? A pastorál. 3., 6., 5., 9. Az a baj, én nem tudom, hogy kit hívja fel, aki ezt vágná. Volt ének tanárnak. A 6., én azt érzem, hogy 6. B, 6. Aztán. Yes! Tipmester! Az, ő is az. Melyik ország napilapja a Die Presse? Németes, német, Luxemburg. Nem mondtam ki jól, de lehet, hogyha beírjuk. Die Presse, akkor jó. Legyen Ausztria. Most csak nem, mi is azt mondtam, hogy szerintem. Igen! Tipmester! Melyik főváros fekszik a Manzanares partján? Rio de Janeiro, Lisszabon, Buenos Aires vagy Madrid? Szerintem Madridban nem. Akkor... hogy van? Te tudod amúgy? Jó, legyen Buenos Aires. C. D. Madrid. Milyen időközönként ér föld közelbe a héliustokos? Így kell kiejteni? Bocsik, nem tudom. Hogy van így? Héli. A. 7 évenként. B. 27 évenként. C. 76 évenként. És D. 96 évenként. Számolj be gyorsan, akkor meg lesz. Melyik az, ami ismerős? Ez totál tipp lesz konkrétan. 76! Legyen 76! Igen. Nem mondom! Mi a nem erre? Erdélyi bukószél, portovágyi szűr, matyói bicska, vagy sárközi egytálétel. Mi az, amit biztosan kizársz akkor? Nem tudom, hogy az egytálétel. Egytálétel és a bicsket? Legyen a bukószél. Éles fordulat! És az! Mi az alabástrom alapanyaga? Márvány, dolomit, láva vagy gipsz? Jó, láva biztos, hogy nem. Alabástrom. De alabástromot épít, nem? De szerintem mondani, hogy ilyen alabástrom fehér. Fehér? Csak nem a láva. Jó, hát akkor viszont gipsz legyen. Hol van a Balaton Múzeum? A. Badacsonyban, B. Keszthelyen, C. Siófokon, D. Balatonfüreden. Siófokot kizárnám, az nagyon parti hely. Siófok. Meg a Badacsonyt is. Jó. És akkor vagy Füred, de Füred meg inkább ilyen kikötős hely. Úgyhogy én azt mondanám, hogy lehet, hogy Keszthely. Az a végső Balaton? Aha. Igen! Jaj, kikövetkeztettem és nem is kellett segítséget kérnem! Ez a legyen el is milliomos! Bim, bim, bim! Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó és a játékunk, és hogy ti is olyan jól tippeltetek volna, mint ahogyan mi csináltuk. Meg hogy van technikai. Meg hogy reméljük, hogy kedvet kaptatok ti is, hogy otthon előkeressétek a társasjátékaitokat, és akkor mondjuk a családdal egy jó barátokkal vagy barátokkal. Igen. És hát gratulálunk Hügenek a győzelemhez, mert nagyon okos és nagyon szuper ő. De kérhetek majd visszavágót esetleg. Jó. És hogy fel sem használd a telefonos segítséget. Én fogok majd társasjátékot hozni. Jó, oké, akkor és igen, csináltunk egy másféle videót Vivi csatornájára is, szóval, hogyha szeretitek, akkor nézzétek meg, a leírásban találjátok mindenféle linket, és találkozunk legközelebb. Igen. Sziasztok!